Bemutatjuk a Taubácsi című filmsorozatot. Negyedik rész, Taubácsi és egy vasárnap. Forgatókönyv Ota Hoffmann és Jindřich Polák. Magyar hangok. Makai Sándor, Dallos Szilvia, Márkus Ferenc, Kovács Gábor, Kósa Ivett. Magyar szöveg Bánki Stella. Hangmérnök Morasi László. Rendezőasszisztens Csáki Vera. Vágó Kovács Jutka. Gyártásvezető Sigmond Erika. Szinkronrendező Mohácsi Emil. Zene Jiří Malásek, Jiří Bazán és Vlastimil Hálam. Fényképezte Jaroslav Tuzár. Rendezte Jindřich Polák. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készül. Még vasárnap sincs pihenés. Jaj. Te vagy az. Hagyja aludni. Menj innen. Mi van? Én se tudom, szakad az eső. Esik az eső. Feküdj le. Tudod, hogy a múlt héten is esett.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 15 órai kezdettel a rádió és a televízió egyenes adásban közvetíti a csehszlovák-brazil világbajnoki labdarúgó mérkőzést. Mama, ébresztő, indulunk. Na, bogárkám, bogárkám, kis bogaram, gyerünk. Na, legalább a gyerekekre gondolnál, egész héten ezt a napot várják. És azt mondanád, hogy fáj a torkod? Azt hiszed, hogy beveszik. Már a múlt héten is elsütöttem. Anyuka, a gyerekek már készen állnak. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Renáta, reggeli, Emil, indíts csomagolni, fuss gyorsan. Nagyapa! Nagyapa, megyünk a kis autónkkal a kis nyaralunkba. Hopp, nagyapa. Hol van? Nagyapa, olyan vagy, mint egy gyerek. Pipa és kártya nélkül nem bírsz ki egy napot. Közvetíti a meccset a rádió. Igyekez! Ajajajajajajajaj. Na mi lesz? Mi lesz? Készülj, indulás! Apa, nagyon sok a leckém. Nekem is. Hozzátok el! Az autó elbírja. Az úton is megcsinálhatjátok. Aj, ha nekem ilyen dolgom lett volna. Mozi előtt válnak. Könnyű neki, de én megígértem. Mi jó van a nyaralóban? Apa biztos megint dolgoztatni fog minket. Nem akarod megsimogatni a kalapodat? Vigyázzatok, ott egy tócsa. Mi a fenének annyi ócskaság, amit... Jaj. Azt tedd fel a kocsi tetejére. Igyekezz. Megkötni jó erősen. Középre is szétrakni. Hallod? Szét. Nem csak egy oldalra, szétrakni. Egyenletesen. Mama, add ide azt a táskát. Nem érted, szép? Tessék, itt van. Nem érted, egyenletesen, nem össze-vissza. Most mit nézel? Neked kellett nyaraló, most megvan. Gyere. A fene vigye ezeket a kacatokat. Figyelj ide, ne az eget bámult! Hova a csodába nézel? Há, persze, gondolhattam volna. A csövek! A csöveket hozd! Az utóbbi időben olyan furcsa. Mert agyon dolgozta magát, és kimerültek az idegei. Ráfér a kikapcsolódás.
Keresel valamit? Keresek, de neked úgyis hiába magyaráznám. Nagyapa, hozd az ebédet. Jó, jó. Emil, segíts, ne lógd meg már megint. Nem lógok meg. Ez igen, micsoda levegő. Milyen szívjátok be? Anyuka főz nekünk egy finom teát. Kinyitjuk az ablakokat, szépen kiszellőztetünk, hadd jöjjön be a friss levegő. Nagyapa, szögeket! Anyuka, mi lesz már azzal a tejával? Emil, igyekezz! Most meggyújtjuk a tüzecskét, úgyni szépen, egy sor hosszába, egy sor keresztbe, így, ott maradt szépen. Na. Most egy szár gyufácska, úgy! Na látod, Emil, egyetlen szár gyufával. Látom. Na. Jó. Jó kis vasárnap. Jézus Mária, ki gyújtotta fel a házat? Szétrugom ezt a rohadt kandallót, mindent kinyitni! Csináljatok húzatot! Hallod? Eredj! Renáta, hozzatok fát! Segítsetek a nagyapának! Anyuka! Ja, Istenem, megfagynak a gyerekek! Na, a munkába fel. Majd kimelegszenek! Tessék, a favágás a legjobb ilyenkor! Na, mi lesz már azzal az apró fával? Emil, vágj el helyettem is! Két korona! Három! Öt! Te zsaroló! Renáta is ott van! Aztán gyertek a hátsó kapuhoz, mázolni kell! Hallottad? Mázolunk. És még nincs kész a leckém. Nem segítenél a kalapoddal? A nyaraló nem üdülő, a nyaraló meló! Vigyázz, nehogy meglásson! Mit csinálsz itt? Te itt cigarettázol? Hát ezt hogy képzelted? Az a gyerek kint dolgozik, te meg itt... Na. Emilke! Elég fát vágtál, fiacskám! Eredj! Hozz vizet a forrásról! Na. Most. Igen! A nyaraló nem üdülő! Nyaralót akartatok! Most van nyaralótok! Ki rakta ezt ide?
mi ez már megint? Emilke! Hát ez mi? Te mondtad, hogy mázoljam le, és olyan nyaralló nem üdülő. Ez így van. Te ezek a pöttyök? Nem vagy már kis gyerek. Hol van a babád? Milyen babám? Semmi, semmi. De nem is vettem piros festéket. Sárgát se. Vagy tévedésből adták. Véletlenül. Megbolondultam. Ez a csend, a fák, a virágok illata. Egyszer egy csalogány énekelt itt. Rigó volt az a csalogány. Nem, csalogány. Rigó. Csalogány. Én pedig azt mondom, Rigó. Csalogány. Mami. Azt mondtam, Rigó. Ott ült azon az ágon. Fekete volt, sárga csőrű. Csalogány. De hangya is van itt. Nem ülke! Kész a leckéd? Mintha folyton nekem tennétek szívességet. És most már rádióm sincs, pedig ma játszunk a brazilokkal. És nekem nincs a rádióm! Három narancs, meg 8 narancsból. Vonj ki 4 narancsot. Nem narancs kell nekem. Most indulnak a moziba. Akkor simítottad volna meg a kalapod, amikor kértelek. Hé, fiúk! Várjatok! Veletek megyek! Megnézzük a hullószekrényben. Úgyhogy nem vagy a nyaralótokban. Leléptem! Én is veletek akarok menni. Mindenki azt csinálna, amit akar. Ha nekem gyerekeim lesznek... A te korodban én is így gondoltam.
Amikor minden vasárnap a tóhoz jártunk, az egész nagy család. Már hajnalban kint ültünk. El sem tudod képzelni. Igen, igen. Azt csináltam, amit akartam. Ne félj, senki sincs itthon. Azt hittem, reggel kimentetek a nyaralóba. Kimentünk persze, de én visszajöttem. Örülsz neki? Mhm. Na, és ez az önöki urai. Most pedig... Na, na, na. Adu! 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 És ultimónak a kis hetes. Kapok komolyánként egy húszast. Mi az? Szép a kezed. És meg mi? A hajad is nagyon szép. És meg mi? Súg meg. Minden. A füled is. Apuka! A mieink az ellenfél kapuja előtt. Teljes erővel támadnak a fiúk. Ezt nevezem a labdarúgás magas iskolájára. Karol Pasnyáknál a labda. Óriási cselsorozat. Nem sikerült. Kár. A brazilok most feltámadtak. Új erőre kaptak. Óriási erővel törnek előre. Mindig a tenyeremen hordanálok. Mondd, hogy a csillagos eget akarod, és én lehozom neked. Akarod a napot? Érte megyek, lehozom, és az előttetek lévő fára akkatom. Drágám, édesem, egész vasárnap csak rád gondoltam. Egyetlen rétnek sincs olyan illata, mint a te sejem aranyhajadnak. Minden erőket össze kell szedniük, hogy hárítani tudják a brazilok jól irányzott támadásait. De most figyelem, a mieink kezdenek visszavágni, a labda nálunk van. Szélsebesen törnek előre a fiúk, a csatársúr remekül játszik. Jó beadás, áramszín, fejelés, gól! Nagyszerű, csodálatos! 1-0-ra vezetünk, kedves nézőink, kedves hallgatóink! Óriási az öröm, hatalmas az ünneplés, tombol az egész stadion, mi is itt a mikrofon előtt csak örülünk a szép játéknak, a nagy sikernek. Az első félidő utolsó másodpercében tehát az eredmény 1-0, a mieink nagyon szépen küzdöttek ezért a csodálatos eredményért. Nem engednek be minket. Minden 18 éven felüli. A palaszba se engednek be, pedig az nem 18 éven felüli film. A brazilok szemmel láthatóan azzal a szándékkal kezdik a második félidőt, hogy megváltoztassák az eredményt. Nyilvánvaló, hogy győzni akarnak. Ádász küzdelem folyik a csatatér, azaz a pálya közepén. Egyik pillanatban a mieink, a másikban a brazilok rendülnek támadásba. Kvasnyáknál a labda. Mehetünk. Mi az?
nem az igazgató helyettes? Psz. Aranyhajadnak olyan az illata? Nem. Egyetlen rétnek sincs olyan illata, mint a te hajadnak. Ki? Én? Mit rohangálsz folyton? És mi ez a bohóckodás? Megcsináltad a példákat? Vedd le ezt! És indulás! Csomagolni! Nagyapa a spalettákat, anyuka a táskákat, a gyerekek lemossák a kutyát! Egy cseppfesték sem maradjon rajta, mert baj lesz! Nem mondom, süthetett volna többet is a nap. Mégis szép vasárnapunk volt. Képzeld el, üres volt a félpálya, mind a másik kapu előtt tömörültek, és ő mindenkit kicselezett, és úgy vitte előre a labdát, mint a szélvész. És egyszer csak... Na tessék! Húzodj már beljebb! Itt horkol egy ilyen gyönyörű vasárnapon. Mit bámulod folyton azt a bábút? És akkor Kvasnyák lefordult a védőről? Miről beszélsz? Hogy mondod? És ki az a Kvasnyák?